Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott szép napot kívánok mindenkinek! A betegeknek különösen miért? Mert a betegek világnapja van február 11-én. Ehhez nagyon passzol a mai evangélium. Ha valaki hallotta a tegnapit, tegnap előttit, akkor láthatta, hogy ez egy folyamat. És most egyszerűen az egyház nem újat választott, hanem olvassuk a következőt, amit pontosan a betegeknek szól. Mielőtt meghallgatnánk, kérjük a Szent Lelket. Az Atya, a Fiú, és a Szent Lélek nevében, amen. Jöjj el, Szent Lélek, Úristen, vezess bennünket, hogy meggyógyuljunk. Amen. Az Atya, a Fiú, és a Szent Lélek nevében, amen. Olvasom Márk evangéliumából a 7. fejezet 31-től a 37-ig. Ezután ismét eltávozott Tírus vidékéről, Szidonon át a Galileai tengerhez ment, a 10 város határába. Ott odavittek hozzá egy siketnémát, és kérték őt, hogy tegye rá a kezét. Félrevitte őt külön a tömegtől, a füleibe dugta ujjait, köpött, megérintette a nyelvét, majd föltekintve az égre fohászkodott, és azt mondta neki, Effeta, azaz nyílj meg. Erre azonnal megnyíltak a fülei, megoldódott nyelvének köteléke, és rendesen beszélt. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el. De minél jobban tiltotta nekik, annál inkább hirdették. Szer fölött csodálkoztak, és mondták, mindent jól cselekedett, a süketeknek visszaadta hallásukat, és szóra bírta a némákat. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Azt látjuk, hogy Jézus olyan vidéken jár, ahol zsidók és akár nem zsidók is élnek, mindenféle nép a 10 város közelében. Mert Jézusnak fontos, hogy mindenkinek elvigye az örömhírt. Elvigye, és hozzá vigyék az embereket. És ezt látjuk, hogy vannak emberek, akik tudták, hogy Jézus az, aki gyógyít, és hozzá vitték az embereket. Ugyanígy van most is Lourdesban. Lehet tudni, hogy 1858-ban, február 11-én egy 14 éves egyszerű lánynak jelent meg egy csodálatos hölgy a Lourdes közelében lévő barlangoknál. És ez a hölgy 18-szor jelent meg neki. Bernadette Soubirous, aki elmondta, hogy valaki arra hívja őt, hogy itt építsenek egy templomot, sőt, azt kérte tőle, hogy ott valami módon egy forrás fakasszon, és ő ezt megtette, elmondta az embereknek, és az emberek tömegei jöttek oda. És a komoly kivizsgálást próbáltak eszközölni, kikérdezték Bernadettet elég alaposan, és azt mondta, hogy ez a különleges szép hölgy, azt mondta, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Bernadett nem volt tanult, és nem régen előtte kihirdette az egyház ezt a dogmát, hogy Mária a szeplőtelen fogantatás. Honnan tudta? Úgy, hogy valóban Mária elmondta a titkot. És azért jött, hogy még inkább imádságra hívjon bennünket, és sokan gyógyuljanak meg az imádság következtében. És valóban manapság is több millióan járnak ki Lourdesba, hogy ott imádkozzanak, és sokan meggyógyuljanak. Én is hallottam olyan történetet, hogy kivittek betegeket, és azok meggyógyultak. De hallottam mást is. Azt is, hogy amikor a betegek meglátták a másik beteget, akkor azt mondták, hogy másik sokkal súlyosabb, mint én. Inkább az gyógyuljon meg. Ez igazi gyógyulás. És nem véletlen, hogy II. János Pál pápa 20 évvel ezelőtt elrendelte, hogy február 11-e
legyen a betegek világnapja. De nézzünk vissza erre a szentírási szakaszra, amiről ma hallottunk. Azt látjuk, hogy Jézushoz oda vitték ezt az embert, aki siketnéma volt, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Vagyis egy siketnémáról van szó, nem egy bénáról. Ez a siketnéma minden további nélkül oda tudott volna menni Jézushoz. És mégis mások vitték hozzá. Olyanok, akik tudták, hogy Jézus a gyógyító. Tudták, hogy Jézus tud tenni ezzel az emberrel valamit. És hogy félrehívta, megérintette, és szólt neki, a süketnémának, ez a szó, ez a tett valóban elvezette a gyógyuláshoz. De ehhez kellett valami. Az, hogy hozzá vitték. És lehetséges, hogy mindannyiunk életében kisebb vagy nagyobb betegség létezik. El tudom képzelni, hogy azok, akik oda vitték a süketnémát, valamilyen betegségben ők is szenvedtek, és mégis a másikat vitték Jézushoz. Hozzá vitték, mert tudják, hogy Jézus a gyógyító. Erre hív bennünket az evangélium. Erre hív bennünket a Szentlélek. Vannak olyan ismerőseink, akár testileg, akár lelkileg betegek? Biztos, hogy nagyon sokan. Gondoljunk most rájuk. Hozzuk ide őket Jézus színe elé. Imádkozzunk értük. Nem véletlen, hogy hányszor, de hányszor buzdít bennünket Jézus, hogy kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Kérjük ma a betegekért Jézust, aki tud cselekedni, mert ő most is élő és Úr. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Úr Jézus Krisztus, most nem magunkért imádkozunk. Azokért, akiket ismerünk, ide hozzuk hozzád. Gyógyítsd meg őket testileg és lelkileg. És különösképpen kérjük, hogy a lelkükkel, a szívükkel, a bensejükkel lássanak és halljanak. Mert nagyon sok a süket, nagyon sok a vak, nagyon sok a néma, nagyon sok a beteg. Jöjj, kérünk, lelkileg és persze testileg is, gyógyíts meg bennünket, hogy higgyünk, és megtérjünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.